Hölgyeim és uraim! Önök a széken találtak egy kis cetlit. Arra szeretném biztatni önöket, hogy ezt a Tesgyéi éneket, amit nyilván sokan ismernek, közösen énekeljük el. Annál is inkább, mert ez csodálatos szimbóluma annak, ami most itt megtörténik, az összefogásnak. A módszer pedig a következő lesz. Volt nekem itt egy tolmácsom, aki megígérte, hogy lefordítja mindazt, amit én itt mondom. Igen, fordítás. Jaj, de nagyon jó. Köszönöm. Tehát, a módszer a következő lesz. Először a kórus orgona kísérettel elénekli a fő dallamot. Majd utána négy szólamra vált át a kórus, önökkel együtt éneklik a fő dallamot is, én meg megpróbálok hozzá egy szólót énekelni. Segítsenek! Önök nélkül nem fog menni. Hallelujah, hallelujah.
városunk polgármesterét, az ünnepi rendezvény sorozat vendéglátóját. Dr. Tarnay Rihárd országgyűlési képviselő urat, a Pest megyei kormányhivatal kormánymegbízottját. Csenger Zalán Zsolt országgyűlési képviselő urat, Zsámbék polgármesterét. És dr. Kupcsak Lajos országgyűlési képviselő urat. Testvérvárosai képviselő is megtiszteltek bennünket. Andrej Zurbola úr, Velki Lapás polgármesterét köszöntöm. Balogh Tibor urat, Kézdi Szentlélek polgármesterét. Ulrich Stammer urat, Mökbül polgármesterét. És Jerzy Klipák urat, Karlovivári polgármesterét. Szomszédainkat, a települési önkormányzatok polgármestereit, Bak Ferenc urat, Tinje polgármesterét. És Pénzes Gábor urat, Pilis Szent Iván polgármesterét. Csere András urat, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékán helyettesé. És végül, de nem utolsó sorban dr. Fekete Csaba landártáboron urat, a Pest megyei rendőrfőkapitányság főkapitány helyettesé. Ó, és kimaradt Paolo Montia úr, Kelászfó város képviselő, elnézést. A nemzetiségi önkormányzatok képviselői, a civil szervezetek megjelent képviselői, oktatási intézmények igazgatói, orvosainkat, a rendőrség és a katasztrófa védelem előjárói, és minden kedves vendégünket, aki megtisztelt bennünket ma és városunkat jelenlétével. Köszöntöm képviselőtestületünk tagjait, akik eljárás sikeres pályázaton döntésüket felvállalva segítették Pilis Csaba városra válását, és támogatják további sikerét, fejlődését. Bácskai Beáta alpolgármester asszony, Simon Gyula tanácsnok urat, barátné dr. Kozák Erzsébet képviselő asszonyt, a pénzügyi ellenőrzést, Stebola István képviselő urat, Peterdi András képviselő urat, Pintér Balázs képviselő urat, Kázer Magdalena képviselő asszony, és Mocsári Dezső képviselő urat. Ünnepségünket a Maklári József kórus és a Páduai Szent Antal Művészeti Iskola énekkarának közös énekével kezdjük. Vezényel is szólót énekel Lisztes László, a Maklári József kórus karnagya. Önnek egy kis változtatást tettek, amit aztán hallották akkor önök a műsora helyen. Akkor a beszédek. Felkérem Gáspár Csaba urat, Pilis Csaba város polgármesterét. Tartsa meg ünnepi beszédét. Önkormányzatunk nevében is nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. Mindenki számára ismert, hogy köztársasági elnök úr a városi cím adományozásáról szóló határozatában Pilis Csabának 2013. július 15-e napjával városi címet adományozott. 2013. július 15-e történelmi nap ez Pilis Csaba életében. Mint a történelmi nap 1263, amikor is az oklevelek megemlítik Pilis Csabát, akkor még Csabának nevezve,
De vannak még történelmi pillanatok a település életében, szomorúak és örömtelik is. A mai napon nem arról szeretnék szólni, hogy milyen értékkel, gazdasági előnyökkel, vagy a közösségi tér kiszélesedésével járhat az, ha egy település elnyeri a várossá válást. Ha elgondolkodnak, hogy mi lesz másként holnap, akkor nem sok változást látnak. Így van ez a mi életünkben is. Amikor egy gyermek felnő, egyik napja alig változik a másikhoz képest, mégis egyszer eléri, és átlép a felnőtt korba. A várossá válásunk nem csupán presztízs kérdése, nem csak egy rang, hanem felelősség kérdése is, hiszen nem feledkezhetünk meg arról, hogy minden, ami körülöttünk történik, valaminek az eredménye. Ez a történelmi esemény, siker és büszkeség egyben lehetőség számunkra. Mit is jelenthet számunkra a siker? Nem csupán új utak vagy óda megépítését, persze ezek is nagyon fontosak, hanem lehetőséget, hogy az előttünk élt és élő generációk velejtékes, közösségépítő munkáját megbecsülve, hagyományainkat tiszteletben tartva építhessük, fejleszthessünk településünket. Lehetőséget az összefogásra, azon közösségek számára is, akik valamilyen okból eddig nem tették, hiszen az út, amin járunk, közös. Ezért a siker is az. Mindnyájunk közös sikere. Ezúton is szeretnék köszöntet mondani az elődöknek, a korábbi polgármester kollégáknak, képviselőtestületeknek, a hivatal és intézményeink dolgozóinak, és szeretném megköszönni képviselőtársainak is az elmúlt közel 3 év munkáját, és köszönöm önöknek Pilis Csaba város polgárainak is. Büszke vagyok önökre, és büszkeséggel tölt el, hogy Pilis Csaba polgármestereként dolgozhatok, ezért is köszönettel tartozom. Hanvas Béla szerint a város nem más, mint a közösség kultúrájának több szólamú megnyilvánulása. Köszönöm, hogy meghallgattak. Hogy mondja el köszöntőjét. Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, Ibegeszter úr, Deutschland, az Cseh, a Szlovakáj és Erdélyből kedves vendégeim, tisztelt hölgyeim és uraim, illetőleg kedves gyerekek, akik meglóptak a beszéd elől, de ígérem, hogy rövid leszek. Valamikor a 80-as években erre utaztam vonattal. Még pedig azért utaztam erre, mert bátyám az Esztergomi Ferences Gimnáziumban tanult. Hétvégenként szüleimmel felültünk a vonatra és meglátogattuk őt. És gyakori volt, hogy itt az állomáson, a mostani egyetemi, vagy pedig a Pilis Csabai állomáson felszálltak szovjet-orosz katonák, és gyerekként belém ivódott az a magatartás, amit tanúsítottak, általában fölrakták a lábukat az üdésre, aki ott volt, azok mind kimenekültek a szerelvényekből, és úgy mentünk el egészen Esztergomig, hogy ezek a megszállók szó szerint a csizmájukat is majdnem belénk törölték. Ez az emlék nagyon bennem maradt. Aztán eltelt 10-15 év talán, és a 90-es években megint elég gyakran fordultam meg itt önöknél Pilis Csabán, már pedig sokkal kedvezőbb hangulatban és környezetben, hiszen az a lány, akinek udvaroltam, ő ide járt egyetemre, és az egyetem alakulásakor végig kísértem az egyetem fejlődését, aztán a feleségem lett, és most 5 gyermekünk van, tehát azt kell, hogy mondjam, nagyon sikeres volt a második Pilis Csabai látogatásom is. És aztán telt múlt az idő, és elérkeztünk 2013-hoz, a mai naphoz, amikor szintén egy nagyon jó, egy nagyon pozitív dolog miatt jöttem el önökhöz, mégpedig azért, mert várossá váltak. Én azt gondolom, hogy ezt a 3 eseményt, ezt a 3 alkalmat a polgármester úr gondolataihoz csatlakozva a lehetőség szó köti össze. Ugyanis a 80-as években arról ábrándoztunk, hogy mennyi lehetősége van az embernek, van-e egyáltalán lehetősége, hogy értelmes életet tudjon élni, jobbá tudja tenni azt a hazát, amelyben
a kommunisták pártja diktatúrával uralkodott, amiben szovjet katonák felszállhattak egy vonatra, és azt csináltak megszállóként, amit akartak. Nagyon kevés lehetőség volt, de volt lehetőség egyházi iskolába járni, volt lehetőség kiállni az elveink, a hitünk és a meggyőződésünk mellett, és szüleimnek ezért nagyon hálás vagyok, hogy kockáztatva akár azt, hogy egy életre elvágjuk magunkat a továbbtanulás elől, kiálltak az elveik mellett, és azt a nagyon kevés lehetőséget kihasználták, amit akkor biztosított az akkori létkör. Aztán a magánéletben a lehetőség kihasználása, és a fiataloknak vagy a gyerekeknek ezt tudom így 40 fölött ajánlani, hogy érdemes a lehetőséget keresni a magánéletben is. Keresni a csincset, keresni a gyöngyöt, megtalálni azt az embert, akivel le tudják az életet élni, mert a karriert azt lehet később is építeni, de hogyha nincs az ember mellett egy társ, aztán később család és gyerekek, akkor semmit nem fog érni az egész. Tehát érdemes a lehetőséget keresni, és élni a lehetőséget, amikor az ember megtalálja az igazit. És önöknek, amikor 2013-ban itt állunk, szintén egy lehetőség kihasználása előtt állnak. Amikor városi rangra emelkedik egy település, ez egy elismerés önöknek, az itt élőknek, akik az elmúlt években, évtizedekben nagyon sokat tettek azért, hogy ez a település fejlődjön, hogy ez a település sok mindenben előre jusson, és ennek a megkoronázása most a városi rang. Amikor városá válnak, akkor több kapu, több út megnyílik majd önök előtt, reményeim szerint fogják tapasztalni, és amennyiben az állam részéről ebben részt tudok venni, és segítséget tudok nyújtani a hivatalunkon keresztül, akkor ezt meg fogjuk tenni. Tehát egy lehetőség adódik meg, vagy nyílik meg ismét önök előtt, és éljenek ebben a lehetőséggel. Pilis Csaba tehát valamilyen módon mindenképpen a szívem csücskében van, hiszen gyerekkoromban is van emlék, hogy lehet változtatni. Van egy fiatalkori emlékem is, hogy érdemes keresni az igazi lehetőséget. És amikor itt járok, akkor ezek az emlékek eszembe jutnak, most egy kicsit hamarabb jöttem, és végigjártam azokat a helyeket, majdnem azt mondom, hogy minden követ ismerek, és amennyit én így gyalogoltam feleségem, már az elég sok volt, de megértem. És végül, de nem utolsó sorban, most egy most induló lehetőség sorozat kapujában pedig használjam ki azt, ami ezáltal önöknek adódik. Isten éltesse a Pilis Csabaiakat, és örülök, hogy itt lehetek, és örülök, hogy a város kulcsát, illetőleg a miniszterelnök helyettes úr elismerő oklevelét én adhatom át. Köszönöm szépen! Már 750 éve készülnek erre, építik ezt a települést, háromnegyed évezrede
elmondhatjuk azt, hogy Pilis Csaba itt van, Pilis Csaba fejlődik, és ezért egy nagyon nagy lépés, ez nagyon nagy lépés, ezzel egy közjogi aktus lezárult, az a közjogi aktus, amelyre az utolsó aláírást köztársasági elnök úr tette meg, és önök várossá váltak. De ezzel igazán a városi létnek, ennek az útnak az elején vannak, hiszen az, hogy egy település város, az nem egy végső stádium, hanem éppen az útnak a kezdete. Most alakultak ki azok a keretek, azok a lehetőségek, amiket meg kell tölteni tartalommal, amik előre vihetik ezt a közösséget, előre vihetik az önök közösségét. És én ehhez kívánok minden Pilis Csabainak, minden polgárnak, immár városi polgárnak sok sikert, kitartást és minden jót. Köszönöm szépen! Fogadják szeretettel a Páduai Szent Antal Általános Iskola és Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskolájának műsorát.
társaink képviselői is megtiszteltek bennünket jelenlétükkel ez ünnepi alkalommal. Megkérem Orr Istvánnál urat, Mökmő polgármesterét, tartsa meg köszöntőjét. Lieber Csaba, sehr geehrter Herr Dr. Tramey, liebe Gäste, liebe Kollegen aus den Partnerstädten, liebe Freunde aus Gerasco, vor allem aber liebe Bürgerinnen und Bürger aus Pilisava. Kedves Csaba, kedves Tramey úr, kedves meghívott vendégek, de elsősorban kedves pilisavai lakosok, szívesen üdvözlök mindenkit. Im Namen der Stadt Reghül möchte ich ganz herzlich gratulieren zu dieser Verleihung der Stadtrechte. Mögnő város nevében gratulálok Önöknek a városi színelnyeréséhez. Ich finde es auch schön, lieber Csaba, dass ihr diesen Tag so feierlich begeht heute. Nagyon örülök, hogy ilyen ünnepi alkalom ez a mai, és ilyen szépen ünnepünk el. Denn ich denke, es ist ein wichtiger Schritt auf der weiteren Entwicklung von Pilisava. Biztos vagyok benne, hogy ez egy fontos lépés Pilisava továbbfejlődése érdekében. Der Kollege hat es ja gesagt, vom Universitätsdorf zur Universitätsstadt. A kollégája már említette, hogy egyetemi nagykörségből immár egyetemi várossá vált Pilisava. Aber ich denke, es ist auch eine Anerkennung eurer bisherigen Arbeit, die ihr in den letzten Jahren für die Bürgerinnen und Bürger von Pilisava erbracht habt. De azt gondolom, hogy ez egy megérdemelt díj is, hiszen éveken keresztül ezért dolgoztak pilisavai polgárok és képviselők egyaránt. Wir Reghüler dürfen jetzt 9 Jahre, im nächsten Jahr sind es 10 Jahre, diese Entwicklung beobachten, mit euch diesen Weg gemeinsam in einem vereinigten Europa gehen. Mi Reghüler 9 éve, már jövő lesz 10 éve, tehát hogy közösen figyeljük Pilisava fejlődését, és így közösen haladunk a közös Európa megteremtése érdekében. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir heute so selbstverständlich über die Grenzen fahren können, dass aus vielen Ländern heute Partnerstädte und Gäste unter uns sein können. Ez nem volt mindig ennyire egyértelmű, hogy ennyiféle országból határok nélkül mi most itt együtt lehetünk. Dass sich unsere Kinder treffen können, dass die Europäische Union den Friedensnobelpreis erhalten hat. Ahogy a gyermekeink az Európai Unión belül tudnak szabadon mozogni. Dies alles ist auch ein Verdienst der Städtepartnerschaften in den vergangenen Jahren. Ennek komoly, vagy emögött komoly munka van a testvérkapcsolatok terén is. Gerade wir Deutschen sind den Ungarn sehr dankbar für die Entwicklung in den letzten Jahren. Mi németek is nagyon, nagyon nagy köszönetet mondunk a Pilisavának a segítségnyújtásért. Gestern am 3. Oktober feierten wir unseren Nationalfeiertag in Deutschland, den Tag der Deutschen Einheit. Tegnap október 3-án ünnepeltük Németországban a Német Egység napját, ez a nemzeti ünnep Németországban. Dies wäre nicht möglich ohne den Mut des ungarischen Volkes. Ez nem lehetett, vagy nem lenne lehetséges a magyar nép bátorsága nélkül. Die am 11. September 1989 den Eisernen Vorhang geöffnet haben. Amikor 1989. november 11-én megnyíltak a határok. Deshalb sind wir sehr dankbar und sehr glücklich, dass wir mit euch zusammen in den letzten Jahren diesen Weg gehen konnten. Ezért nagyon örülünk és boldogok vagyunk, hogy az elmúlt 10 évben közösen járhattuk ezt az utat. Ich möchte ganz herzlich gratulieren dir, lieber Csaba, zu dieser Verleihung am heutigen Tag. Tehát gratulálom Csabának a mai díjhoz, amit Pilisava elnyert. Mich aber auch bei den Vorgängern ganz herzlich bedanken, János Manik, der heute unter uns ist. Manik János úrnak, a korábbi polgármester úrnak is gratulálunk ehhez. Und vor allem bei Franz Kaspar, der damals, vor 9 Jahren, vor fast 10 Jahren, Franz, damals nach Reghül gekommen ist und mit dem wir zusammen diese Städtepartnerschaft damals gegründet haben. És hasonlóan köszönet illeti Gáspár Ferenc urat is, akivel 10 évvel ezelőtt ezt a kapcsolat megalapozódott. Dankeschön auch an euch beide. Köszönet mindkettőjük. Köszönöm, hogy
Csaba weiterhin eine so gute, gedeihliche Entwicklung nimmt wie in den vergangenen Jahren, dass die Verleihung des Stadtrechts heute euch anspornt und euch zu weiteren Zielen führt. Gratulálok még egyszer, Csaba, és bízom abban, hogy ezzel a díjjal a további fejlődést megalapozhatod, és hasonlóan a korábbi évekhez ennek meg lesz a nyoma a további években. Wir sind froh und dankbar, als Mückwiler Teil dieser Städtefamilie mit den anderen Städtepartnern sein zu dürfen. Alles Gute euch! Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy ilyen városokkal közös partnerséget tudunk fenntartani. Minden jót! Zur Erinnerung an den heutigen Tag, lieber Schaber, möchte ich dir diesen Teller überreichen. Er ist gefertigt von einem Mückmüller-Töpfer. Es steht dort Stadt Pilisava, die beiden Wappen und das heutige Datum. Es gibt ja in Pilisava auch eine deutsche Schule, die Janosch-Haug-Schule, die wir, wie mir berichtet wurde, Sanierungsbedarf hat. Das wurde mir im Mai, als ich dort war, von dir, Thomas, mitgeteilt. Ja. Tehát van Pilisavan egy iskola, amelynek ígért valamit, amikor itt járt májusban. Én vagyok az igazgatója egyébként az iskolának, de ez nem lehet. Unser Gemeinderat hat beschlossen, für diese Renovierung der Janosch-Haug-Schule nicht nur aus Anlass des 10-jährigen Bestehens oder der Verleihung der Stadtrechte, sondern damit der Schulbetrieb weitergehen kann, hierfür eine Spende euch zu übergeben. Das möchte ich jetzt tun. Tehát úgy gondolták, hogy segíteni szeretnék az iskolánkat, és ezzel nem várják meg a 10 éves jubileumát a partnerségnek, hiszen tovább kell épülnünk, mert hogy sokan vagyunk, hál' Istennek, és egyre többen. Úgyhogy most szeretne átadni ezt a kis adományt, ami nem kicsi. Tisztelt polgármester úr, alpolgármester asszony, tisztelt képviselőtestület, Ilis Csabaiak, hölgyeim és uraim! Készszentlélek község polgármestereként először is szeretnék köszönetet mondani a meghívásért, hogy erre a teljes alkalomra meghívtak bennünket, és lehetőségünk van önökkel ünnepelni. Erdélyből jöttünk, az egykori Magyarország legkeletibb részéből, Kéziszentlélekről. Azt tartja a községünkről és a környékéről, hogy természeti adottságai és földrajzi tulajdonságai miatt Erdély legszebb vidékei között foglal helyet, de szerintem minden vidéknek megvannak a maga sajátos szépségei, nem különben Pilisavának is. A mi községünk 4 településből áll. Önök testvér települése, Kéziszárazpatak, egyike ennek a 4-nek. Mi soha nem voltunk melldöngető magyarok, ugyanakkor több mint 90 éve hatalom túl vagyunk. A mi vidékünkön is átgyalogoltak háborúk, forradalmak, fejtelések és zsarnokok bakancsa épp úgy, mint Európa bármely részén. De tizedért minket járvány és betegség is, és Magyarország bajaiból is kivette a részét Kéziszentlélekünk. Településünkön emlékművel keresztek, emlékeztetnek mindenre. Nincs időnk rá, és módom sem nyílik arra, hogy történelmi áttekintésre hívjam önöket, ezért inkább arra buzdítom, hogyha lehetőségük van, látogassanak el hozzám. Ha elindulnak megismerni vidékünket,
augusztus 20-án ott találják magukat Erdély második legjelentősebb búcsújáró helyén, a Pértőn, amelynek kaponája a 13. század felé, nálunk található a Kemény Zsigmond által az Özvegy és Dánya című legényében foglalt leányrablás helyszíne, környékünk nevezetességei, Balványos fürdő, Szent Anna-tó, Buffogó természetvédelmi terület, a Kovászai Fokolság, kézivásárhely a régi udvartereivel, történelmi emlékhelyünk közül pedig kiemelem a nyelvéstatót. Közösségünk már közel 5000 lelket számlál, túlélte a Trianon utáni legnehezebb éveket is. Az idők során sok viszontagságban is megőriztük nyelvünket, kultúránkat, magyarságunkat, hovatartozásunkat. A közösség egymásnak beszéli el megoldásra váró bajait, nem fölényeskedik erősségeivel, de tudatában van vele. Végezetül még azt szeretném elmondani, hogy remélem a továbbiakban is Pilis Csaba város és Kéziszentlélek község, Kéziszárazpatok falu között egy múlthoz, a múlthoz hasonló, gyümölcsöző és jövőben néző kapcsolat marad. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Isten áldja Önöket! Felkérem Paola Montjóra, Kereszt Kovács képviselőjét, mondja néhány szót. Buonasera a tutti, prima di tutto vi riporto i saluti della città di Chiarasco, del sindaco Claudio Bolgetti che questa sera rappresento. Köszöntök mindenkit a mai estén. Elsősorban szeretném átadni a Chiarasco polgármesterének az üdvözletét, akit most jelen pillanatban én képviselek. Io sarò molto breve. Io la città di Chiarasco è felicissima di condividere con l'amministrazione, con tutti i cittadini di Pilisceba questo momento per voi molto importante. Tehát szeretném átadni, ahogy mondtam, a Keresztú polgármesterének az üdvözletét, és elsősorban üdvözlök mindenkit, és együtt érzek ezekben a nagyon kellemes időszakban Önökkel, és nagyon örülök és nagyon gratulálok Önöknek. E ci rallegra particolarmente il fatto di aver voluto celebrare questa importante festa in occasione dell'incontro che avete con le vostre città gemellate. Nagyon örülök annak is, hogy ezt az ünnepséget összekötötték azzal az időponttal, amelyen részt tud venni az összes testvérváros is. Perché la città di Chiarasco crede molto in queste amicizie, crede molto soprattutto in questo periodo, nel periodo di forte crisi economica mondiale, ma soprattutto una crisi di valori umani mondiale. Chiarasco nagyon hisz ezekben a testvérvárosi és barátság alapú értékekben, amely összekötti Pilis Csabával, főleg ilyen nehéz időkben, amelyre rányomja a gazdasági világválság, illetve az emberi értékrendben történt visszaesés időszakában is a bélyegét. Purtroppo, come saprete, in Italia è successa una disgrazia pochi giorni fa nell'isola di Lampedusa per uno sbarco di immigrati, ci sono stati parecchi morti e diciamo che questi nostri incontri, queste nostre amicizie, questi nostri gemellaggi tra questi paesi credo che possano essere anche una risposta alla crisi veramente sociale che c'è nel mondo. L'amicizia, la nostra amicizia tra popoli differenti, penso che nel nostro piccolo, siamo tutte città molto piccole, però penso che possa essere una buona, un'ottima risposta ai grandi potenti del mondo per ricercare, comunque, dare una nostra piccola risposta. Olaszországban nem is olyan pár nappal ezelőtt történt egy szörnyűség, Lampedusa szigetén több százan életüket vesztették, amikor egy menekültekkel teli hajó próbált partra szállni, Észak-Afrika felől érkező hajó. Itt Olaszország most szintén megint nehéz helyzetben van, és ehhez ad nagy segítséget az ilyen közösségvállalás, tehát ilyen közösségek, mint például Pilis Csaba, illetve a testvérvárosok közössége, amelyek kis települések, mert mondhatjuk azt, hogy nem nagy városokról van szó, hanem kisebb városokról, mégis összefogást tudnak tanúsítani, illetve a barátságot tudnak mutatni, és ezek rengeteg plusz erőt tudnak adni ebben a helyzetben.
mindegyik országnak. E per questo motivo che la nostra amicizia con la città di Pilisi, qua rappresentata da tutta l'amministrazione e con i nostri amici tedeschi, possa non solo durare ma possa aumentare con gli anni, e per questa cosa noi cercheremo di fare il possibile. Láthatom, itt van az egész a Pilis-Csabai képviselőtestület, illetve a német barátaink is, illetve a többi testvérváros képviselete is. Így ezekkel tudjuk mi megmutatni, hogy mennyire fontos ez a találkozó, illetve ez a kapcsolat. Siamo felici di essere con voi questa sera, viva Pilis-Csaba! Tehát akkor örülök még egyszer, hogy itt lehettek, és éljen Pilis-Csaba! Felkérem Andrei Zurbola urat, Beltelepes polgármesterét, tartsa meg köszöntő beszédét. Nem érkezett. Kedves polgármester urak! Kedves jelenlévők! Engedjék meg, hogy én is gratuláljak Pilis-Csabának ez a nagy ünnepséghez, ez a városi címhez, és mikor a polgármester úr elhívt engemet, és mondta, hogy milyen ünnepség itt készül, itt Pilis-Csabán, hát én is magamban gondolkoztam, mondtam, muszáj ezt beszélni a fiatalokkal, a fiatal családokkal, hogy Csepet intézkedjenek, hogy utolérjük ezt a Pilis-Csabát, mert mondom már, Mökülül város, Keraszkó város, már most Pilis-Csaba, és mink valahogy már elmaradunk, tehát a Beltelepás 5 kilométerre van, egy nagyváros mellett, itt a mellől, és nálunk is megy a építkezés. Hát remélem, hogy fognak érkezni már a fiatalok, hogy lassan megközelítsük Pilis-Csabát. Én végül is csak annyit még egyszer szeretném gratulálni Pilis-Csabának, hogy fejlődjön és menjen előre. Igen, szépen köszönöm. Vážený pane starosto, vzácní hosté z různých zemí, a vážení občané města Pilis-Csaba. Dovolte, abych vás pozdravil z dalekých Karlových Varů z České republiky. Je mi velkým potěšením, že jsem byl pozván do tohoto malého, ale přece už městečka. Vždycky, když jsem jezdíval v minulosti do Budapeště, jsem akorát na mapě si všiml, že taková obec existuje. Mikor jártam Budapestre, akkor mindig láttam a térképen, hogy valami van, olyan, mint a Pilis-Csaba, de nem tudtam, hogy mi. Musím říct, když jsem sem včera přijel, že jsem byl velmi překvapen srdečností zdejších obyvatel a velkou pohostinností. Tak na to jöttem, akkor nagyon örültem neki, hogy milyen jó népek vannak Pilis-Csabán. Můžu říct, že se budu v budoucnosti, pokud pojedu tím směrem, vždycky těšit, že budu moc zdejší obyvatele pozdravit. Iž, amikor megyek Pilis-Csabáról, akkor mindig annak fogok örülni, ha megköszönhetem a Pilis-Csabaiakat. Ale především si myslím, že je mým úkolem dneska poblahopřát k tomu, že Pilis-Csaba získala městská práva. Én azt hiszem, hogy nagyon örülök, hogy már most gratulálhatok a Pilis-Csabának, hogy megkapta a város. Říkám to i z toho titulu, že jsem historikem a dokážu to ocenit.
azért mondom, hogy én historikus vagyok, és meg tudom... Přeju hodně štěstí, ať vám městečko vzkvétá a zase třeba někdy na shledanou. Děkuji za pozornost. Kívám nagyon sok szerencsét, úgyhogy a város menni nagyobb legyen, és köszönöm szépen. Lehetőséget teremt arra, hogy köszönetet mondjuk mindazoknak, akik segítették és támogatták településünket. Felkérem Gáspár Csaba polgármester urat a díjak és emlékérmek átadására. Először is egy dicséretes Pilis Csabai Polta díjat szeretnék átadni. A Poplády családnak, hogyha jelen vannak, akkor megkérem, hogy a család bármely képviselője fáradjon ide ki. Úgy látom, hogy ennél tettek meg. Van egy civil szervezetünk, aki az idén 30 éves lett, ez pedig a Rotér-liget Községszépítő és Természetvédő Egyesület. Megkérdezném a képviselőjét, aztán Csiki Gábor urat, mint a láttam volna itt a sorokban, hogy tárgyaljunk, és én neki látom. Szintén egy olyan civil szervezetünk, aki hát nagyon régóta működik, még a kisebb-nagyobb megszakításokkal is. Ez pedig a Pilis Csabai Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk, amely 140 éves ez az idén. Az Egyesület képviselőtében nem tudom belérni Zoltán, ha itt van, akkor kérem, hogy fáradjon ki. Ha nincs, akkor viszont minden, hogy nincs itt, nem tudott előni, akkor a közelvédelmi tanácsnak újra fogom átadni ezt a díjat. Azt hiszem, hogy ez a mai nap világosan megmutatta, hogy mennyire fontos számunkra a külföldi kapcsolatok, legyen az testvérváros, vagy akár csak simán bármilyen más civil szervezeti kapcsolatokon keresztül létrejött sport vagy egyéb kapcsolat, hiszen ugye többek között itt van velünk Károlyi város alpolgármestere, aki ugye nem a testvérvárosból érkezett, hanem egy nagyon jó kapcsolat kezd kialakulni a most már mondhatom, a két város között. Korábban egyébként még a 80-as években is voltak nemzetközi kapcsolataink, de hogy akkor abban a rendszerben azért nem volt ez egyszerű kezelni. Talán többen emlékeznek rá, hogy a legelső, talán mondhatom, a legelső külföldi kapcsolat az Minden városával jött létre. Ugye különböző delegációk voltak Minden és ők is többször jártak Pilis Csabán. És közöttünk van egy olyan úr, akinek azt gondolom nagy szerepe van ebben, hiszen rengeteget jött Magyarországra, és nagyon sokszor elsősorban talán nem is Pilis Csabán, de mégis nagyon megszerette Pilis Csabát, és azt gondolom, hogy a legelső ilyen komolyabb kapcsolat velük jött létre, ezért szeretnék neki egy Pilis Csabáért emléklapot átadni. Lili Rajter úrnak megkérném, hogy fáradjon ide ki, és szeretném, ha átvenni a díjat. Thank you.
meg fogunk kérni a polgármester asszonyt is közelülő tanácsnokulat, hogy segítsen kiosztani az emléklapokat, amelyeket a természetesen a külföldi delegációknak, civil szervezeti vezetőknek, körzeti orvosainknak, minden segítőnek szeretnénk átadni. Wir danken für die Einladung, heute hier sein zu dürfen. Wir kommen ja seit fast 40 Jahren zu Kirishchaba und haben schon viel hier erlebt, viele schöne Stunden erlebt mit dem Abbau der Bayers Kirishchaba und viele Gäste oder ehemalige Chaba waren für uns Kunde, deshalb immer auf Kirishchaba kommen. Wir sind sehr lieb in ihre Heimat gekommen und das sind wir fast gesagt. Nagyon örülök neki, hogy itt lehetek, mert 30 éve járok ide, és hazatért mindig nagyon nagyszerű érzés, üdvözlök neki mindenkit. Ja, wir fühlen uns hier immer noch sehr wohl und freuen uns jetzt natürlich über die Einladung, dass die Schaffer zur Stadt geworden ist. Das haben wir ein kleines Geschenk mitgebracht, wir waren etwas überrascht. Wilhelm hat ja, war ja jetzt bekannt unter Amoklauf, etwas negativ in der Schlagzeile. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, vagy nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, mindig öröm ide visszatérni. Hoztunk magunk egy kis ajándékot Vinendenből is. Sajnos ugye még mindig rányomja a végét a városra az álmokfutás, ami pár évvel ezelőtt történt, de ez most nem egy téma. Wir haben ja als Markenzeichen unseren Wiener Mox. Er ist ja im Krieg von Belgrad oder von Südungarn bis nach Winnenden gelaufen, um seinen Herrn, den Alexander, zu finden. Ezt nem tudom, ismerik-e ezt a Winnendeni mobszlit, amely Dél-Magyarországtól egészen hazáig futott, erről vált híressé, és hát az ő tiszteletére még csokoládét is gyártanak. Ezt pedig azért hoztuk, hogy akár az íróasztalra rá lehet tenni, tollat lehet tenni, hogy mindig emlékezzenek Vinendenre, hiszen mi is emlékszünk Kriszcsabára, és továbbra is jó kapcsolatban van. Megjelent vendégeinket, minden kedves résztvevőt az áromisort követően szeretettel látjuk egy kis vendégségre. Köszöntsük együtt kocintással városunkat. Ünnepségünk záróapoldjaként hallgassák nagy szeretettel a Maglári József kóros műsorát. Zongorán kísért Horváth Adrián, dobon játszik Bókó Péter, vezényel Lisztes László Karmagy. Hölgyeim és uraim, amíg itt felsorakozik a kórus hosszú-hosszú áldogálás után, és természetesen bearanyozva ezt az ünnepséget, szeretném bejelenteni, hogy mindösszesen 3 számot fogunk énekelni. Fogadják szeretettel!
Fordítsad jó halába, tíz farsangja, hogy már járod, hajnalagom, hajnalagom, hajnalagom. Hely ez a kislány, anyám fia, szereti az apám fia, hajnalagom, Hey, no, 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 no,